Sziasztok! Jön visszafelé Tonkival egy táborozó helyről, és eszembe jutott, hogy ezzel a növényel még nem foglalkoztam, nem mutattam be nektek, pedig rengetegen ismerik, baromira gyakori, csak fogalmuk nincs az embereknek arról, hogy mire való. Na ez a fehér üröm. Ez a fehér üröm, látjátok milyen szép nagy dudva, megnő embermagasságúra. Ha láttok ilyet az útszélén, tekerjétek le a végét, törzsöljétek meg a kezeteket, a tenyeretekbe, szagoljátok meg, és egy erősen fűszeres, enyhén citromos illatú illatot fogtok érezni. Na most, ez a fehér üröm őseinknek az egyik kedvelt fűszernövénye volt. Sertéshús fűszerezésére alkalmazták, leginkább csülöknél. Fontos, mivel keserű, hogy csak keveset kell mellé tenni a sülősert sertéssülöknek. De hogy mi a fő profi ennek a növénynek? Vermut. A vermut a fehér örömtől kapja, az űrmös bor, azt az ízt, amit ugye érez az ember, ha isz a vermutot, illetve az abszintnak ez a fűszernövénye. Ettől olyan ízű az abszint, amilyen. Aztán, hogy egy 80 fokos alkoholtartalmú ital, most egy íz, hát, na jó. Úgyhogy ennyi volt a fehér öröm. Ha láttok ilyet, próbáljátok ki. Szagoljátok meg, tapasztaljátok meg, megkóstoljátok, baromi keserű érdekesség. Sziasztok!